Habarcon mindig is fontos volt a fúvószene. Az ifjúsági fúvószenekar 1969-ben alakult. Ámon György kisebb megszakításokkal csaknem 50 évig vezényelte a zenekart, és számtalan diákot tanított zenélni. A karmesteri pálcát tavaly fia Ámon Balázs vette át. A fúvósok rendhagyó módon templomi koncerttel indították a májust. Komoly zenei műveket játszottunk, átiratokat, olyan könnyű zenei műveket, amik azért kifejezetten erre az akusztikára megfelelőek. Több zeneszámot játszottunk, amit már régebb óta tanult a zenekar, tehát nem mindent most tanítottam, amit még apám tanított be, és az ő műsorához tartozott. Pörszül zeneszámok, abból kettő is volt, de hát én nekem is volt egy elképzelésem egy műsorról, komoly zenei műsorról is hoztunk szólószámokat, tehát újfajta filmzenéket, például a Schindler listá, egy gyönyörű szép zene, tehát egyik kedvencem sikerült megvalósítani. Mondjuk ilyen zenészekkel lehet is, nagyon sok értekes zenész van itt. Jó páran jelentkeztek, hogy jönnének, őket meg nagyon szívesen látjuk és várjuk, sőt, hogyha valaki úgy gondolja, és szeretne ez a csapathoz tartozni, akkor szívesen látunk bárkit. A zeneiskolára épülő fúvószenekarokban ott azért van vadászkürt, nekünk azért nincsen. Jó lenne harsona, tehát aki most harsonás volt itt a mai koncerten, ők is segítős volt, tehát ideiglenesen jött csak hozzánk. Sajnos, hogy ezekből a hangszerekből úgy hiány szenvedünk. Az alapító karnagy zenei munkássága során több magyarországi német fúvószenét komponált, hangszerelt. 2017-ben a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata aranydísztű kitüntetést adott neki, ami a magyarországi németség legmagasabb elismerése. Kezei között több száz gyerek és felnőtt elsajátíthatta a fúvószene alapjait, és nagy sikerekhez juttatta zenészeit. Munkássága során egyházi, komoly zenei műveket is hangszerelt, de mindvégig a magyarországi német fúvószene maradt a szíve csücske. Ez tükrözi, hogy 2020-ban Arnold Krisztinával együtt dolgozva 4 magyarországi német dalt komponált. Nagyszerűen éreztem magam, először is felelősség nélkül kellett végighallgatnom a zenét, a templomi akusztika pedig egészen más, mint egy sátor, vagy egy kultúrház, ahol szűken vagyunk, és hát magával a közönség is hát megragadóbb volt. Ilyen vastapsot egy kis faluban komoly zenei műsort fogadni, hát ez nagyon, nagyon jó eset. 1965-69-ig voltam katonazenész Pécset, és gyakran hallottam a pécsi gyárvárosi utrozenekart, és amikor reszelés után hazajöttem tanítani, képviselés nélküli nevelőként kezdtem, akkor elmondta az iskola igazgatójának, hogy nekem volna egy ötletem, ilyent csináljuk mi is, mert nálunk nagy hagyománya van a fúvószenének is. Mivel az ő édesapja zenész volt, és az én édesapám is mindjárt beleegyezett, és akkor kezdődött az utrozenekarnak a oktatás 69-ben. Ámon György munkásságát június 14-én nagyszabású koncerttel mutatják be Babarcon. Az alapító karnagy ezen a koncerten adja át ünnepélyes keretek között a karmesteri pálcát fiának, Ámon Balázsnak.